Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Juvonatúra televíziót láthatnak. Ez a terefere adás sorozatunkban beszélgetünk Jakab Istvánnal. Szia István, szeretettel köszöntelek. Sziasztok. És évről évre ez egy, hát már hagyománynak mondható, hogy összefoglaljuk egy kicsit a mögöttünk álló évet, és talán ez az év vége egy kicsit sokkal viharosabb most ebben a pillanatban, mint a korábbi megszokottak, amikor készülődünk elemesen a kötelező szeretet ünnepére, a karácsonyra, megpróbáljuk mindenki ki a maga módján beleadni azt, ahol éppen tart a szeretetben, kinek hogy sikerül, de mindenképpen egy ilyen felfokozott és szeretetközpontú energetikailag és figyelem szempontjából ez az évvége az ünnepek közelettével. És most nem ez van. Most azt látjuk, hogy most bizony az utcán vannak emberek, és diktátoraink, rabszolgahajcsereink az utolsó csepp erőnket is el akarják venni, és akik a szeretettel komolyabban foglalkoznak, azoknak ez nem meglepő, hogy bizony a sötétség erői is sokkal nagyobb energia befektetéssel próbálják ezt a szeretett hangulatot elrontani. Mi a véleményed erről neked? Hogyan érzed magad most így karácsony közelettével? Mennyire vagy karácsonyfan? Hát, hogy mondjam, gyerekkorom óta a karácsony nagyon sok érzelmi dolgot kavargatott bennem. Olyan, hogy együtt ül a család, melegen szeretjük egymást, és nem csomagokat bontogatunk. Na, ilyen nagyon nem volt a számomra se. De a kérdésed visszatérve, hogy most forr a hó, a jég a talpunk alatt, mikor kint vagyunk az utcán, ez azt is jelenti a számomra, a jó hírét mondom először, az, hogy ma már az emberek nagy tömege, most tök mindegy, hogy milyen módon mentek az utcára, meg kiért, meg miért, ma már nem lehet olyan könnyen belehajtani majd őket a háborúba, nem lehet már tovább őket dolgoztatni, mert azt mondja, megette a fene, nem érdekel ma, mert nem tud iparosítani, hogy azonnal gyere, adok 10%-kal vagy többet, mert nem érdekli. Tehát maga az a, ennek az ős fekete erőnek az az ereje, hogy a pénzért eladtuk a lelkünket, mindent odaadtunk, na ez egyre gyengebb, és egyre jobban kapaszkodik ez a feketeség, és a másik oldalon az anyag megtelítődött fénnyel. Tehát azt az alatt értem, hogy az emberek, akik már látnak, kinéztek már a kis fejükből, fölébredtek, vagy ébredeznek, fogalmazunk így, ők már látják, hogy most ugye itt a piros kéz, itt a fekete kéz, jobb kéz, bal kéz, de mind a kettő a hatalmat akarja. És ugye valami módon el kell mozdítani ezt a végtelen nagy sziklát, ami ide tornyosult az életünkbe, de utána nem feltétlenül pártokba kell gondolkozni, hanem új szövetségre lesz szükségük az embereknek, hogy ez maga Szent Korona rend lesz-e, hogyha azt végre megértik a magyarok, hogy miről szól, mert előtt csak sokat beszélünk, de nem igazán tudjuk, hogy mi az a Szent Korona rend, amit az egész világ át akar venni tőlünk, de egy a lényeg, hogy vezetőkre lesz szükségünk, és nem politikusokra. Ezeknek a vezetőknek három erényük lesz. Bármikor visszahívhatók, hogyha nem teljesítik, amit mondanak, mivel a pénzünkből gazdálkodnak, elszámoltathatók legyenek, és hogyha becsaptak, lopcsak, hazudtak, akkor büntethetők legyenek. Tehát, hogyha ez a három dolog működik, és valóban rólam szól, akkor ő a nemzet napszámosaként dolgozhat, miközben én dolgozom, hogy neki legyen. De hát az, hogy pont ma reggel jut eszembe, nem szeretve Kádár János, 56-ban születtem, azért tudom, mi volt ez a korszak, de mennyivel jobb volt nekünk, hogy ő a sakkot szerette, képzeld, de maximum kapott egy új sakktáblát. Tudod, most meg futballstadionokat építgettünk, az sokkal olcsó volt, mert maradjunk ennyibe, ugyanakkor nem halmazott föl milliárdokat és a haverjainak, de ebben nem menjünk bele, hogy minden diktátor ugyanezt csinálja, most egy balos vagy jobbos, oligarchák voltak baloldalba, jobboldalba, mi voltunk gyengék, mert nem ártunk ki az érdekeinkért, és itt az alkalom, hogy ezt megtegyük. Jó, valahol azért el kell fogadnunk, hogy az embereknek mindig szükségük van vezetőkre, hiába ébredt fel valaki az alvó kis rémálmából, akkor is mi az első kérdése? Keresi a vezetőjét, keresi, aki megmutatja neki az utat, keresi, aki itt ebben a földi világban segít beépíteni azt a bölcsességet, azt a tudást, azt a fényt ide behozni, amire szükség van. Jó, hogy említetted egyébként a Kádár korszakot, mert azért vagyunk egy páran, akik abban szocializálódtunk, amikor nem volt túl sok. Ágika, egy pillanat. Piros lábas húztad magad utána a homokba, amikor én már úttörő nyakkendővel jártam. Jó, hát igen, én már kis tag nem voltam, de kis dobos még úttörő. De
de maga az a családcentrikusság, az, hogy nem volt túl sok senkinek, de egyenlőség volt, mindig volt nyaralás, mindig volt munka, és egy békés, egy viszonylag békés, lehet, hogy egy kicsit szerényebb, de mindenképp egy békés környezetben. És én azt látom, hogy azok az emberek azok, akik ma megvilágosodnak, mert ők van mihez visszanyúljanak, tehát van bennünk egy jó minta, és mindegy, hogy én minek nevezem ezt. Volt egy fokú egyenlőség, és nem volt ugye rálátás, az információk el voltak előlünk zárva, nem láttunk mögé a dolgok mögé, nem láttunk csatározásokat, nem láttuk augusztus tanárészét. És most igazából nekem is nagyon könnyű dolgom van, mert van egy gyerekkori emlékem, egy jó emlékem, amire most ugyanúgy vágyom, és az igenis a béke, és a szeretet, és a közösség, és amikor együtt töltjük az időket, egy kicsit ilyen karácsonyi hangulatra emlékeztet. Tehát fogadjuk el azt, hogy igenis vezetőnek lenni kell. És nézzük meg azt, hogy kiből lehet vajon a jó vezető. Nézzük meg a mai spirituális tudatossággal is rendelkező embereket, akik már átlátnak a világ működésén, átlátnak ezen a keszekuszasságon, amikor már nem lehet hazudni. És mindazonáltal, hogy van egy tisztánlátás és rálátás, és van a szívünkben szeretet is. Hogyan tud egy ilyen ember ma tömegek vezetőjévé válni? Kiből lehet jó vezető? Nagyon jó kérdés. Először is ugye azt kell megoldani, hogyha vezetőt választunk, akkor ne hagyjuk magára. Ez a legfontosabb, mert látjuk azt abban a pillanatban, és most személyek nélkül, hogyha kicsit veszélyes vagy a rendszerre, akkor először lopcsa az hazudsz, másodszor már buzi is vagy, harmadszor pedofil vagy, negyedszer a KGB embere vagy, ötödszer a népellenséget. Na ebből lehet látni, hogy abban az embernek vannak érdemei, mert a fennálló rend, ami egyébként bárminek is mondja magát, most már itt évtizedek, évszázadok óta, igenis egy fennálló hatalmat szolgál ki. És ennek a hatalomnak az a célja, hogy neked ne legyen önálló vagyonod, mindenért kölcsönt vegyél föl, viszont hogy a kölcsön visszafizetésért meg kétszer annyit dolgozzál, mint korábban. És mivel az embereknek van egy állandó félelem jövőképük, éppen ez az emberek csoportjának az egyik felét rá lehet arra bírni, hogy a másik felét meg sakban tartsák, és hogyha azok netán szeretnének mást kép csinálni, abban a pillanatban ők azok, akik visszarántják, és innentől működik a rendszer anélkül, hogy bilincsek lennének a kezünkön. De ezt föl kell ismerni. Köszönjük szépen a tanítást, ebből nekünk elég volt. A médiáról egy kicsikét. Senkit nem védve, azért lehet látni, hogy a média az egész világon, most nem is Orbánunkra, hanem Trumpunkra figyelve, hogy a CNN meg az összes olyan CBN, ez mind ő ellene volt. Tehát azok a médiák, amik a Hillary Clinton támogatták, sokkal erősebbek voltak, mint azok, amit a Trumpot segítették. Viszont az embereknek lett el a segük. Nem is hitték el, hogy a Trump tudja győzni. Most mi volt itt? Amikor itt mostani utolsó 8 évben, igenis kellett az, hogy legyen is egy olyan fajta média, ami elvileg a nemzeti érdekeket képviseli. A probléma nem itt van. Ugye valóban a liberálisok, a jóisten tudja, minden sajtóban ugyanazok a kvalitású emberek vannak hasonló hitvallással, most hogy jobbosok vagy balosok, ez teljesen mindegy. De az a része a dolognak, hogy lassan mindent lenyelünk, kisgömbölc mindent lenyel, és egyszerűen azok a szavak, hogy nem lehet senkivel beszélgetni. Tehát a bóvó, befizeted az adódat, a pénzeden azt csinálnak, amit akarnak, nincs elszámolás, még kiveri a mellét a féltéglába, hogy nemzeti vagyok, stb. De közben csak olyan dolgokat engednek meg, aminek semmilyen következménye nincsen. Gondolok arra, most már az 56-os hősöket felemelni, emlegetni, igen, lehet, mert lassan már mind meghalt. Tehát nem az, hogy elismerjük őket, megbüntessük azokat, akik annak idején bűnkövettek el. Most se tudjuk konkrétan 56-ban, a CIA szervezte az egész dolgot, hogy elfedjük a szuezi csatorna válságát, stb. Mert ma már azért lehet látni a tényeket. És az emberek mindig folyamatosan meg vannak vezetve. De visszatérve a lényegi dolgokra, hogyha abból a szemszögből fogod megközelíteni ezt a világot, hogy majd megint fölveszem a téglát, és O1G-ket rajzolok a falra, és betöröm az ablakokat, semmivel nem vagy jobb, mint akik ezelőtt 30-50-100 évvel voltak a Földön. Egyetlen egy módszer van, lehetőség van az új szövetségre. Szerinted mi lenne ez az új szövetség az emberek között?
Bocs, hogy visszakérdeztem ezt. Ez mindenképpen a szeretet szövetsége, mégpedig az a szövetség, amikor homlok egyenes teljesen mást teszünk, kiszámíthatatlanná kell, hogy váljunk a vezető hatalmak részére, számára, és bizony, amikor mi itt szeretetről beszélünk, akkor azt is mondjuk, hogy fontos a csend, a csendben tudni maradás, fontos a nem cselekvés, fontos, hogy amikor a legnagyobb káosz van, mi akkor se azt erősítsük, és arra irányítsuk a figyelmet, hanem meg tudjunk maradni. Tehát ugye, akik felébrednek és elkötelezik magukat a szeretet mellett, ami egy energia, egy nagyon erős tudatállapoti energia, akkor igenis ennek még meg kell szilárdulnia. Tehát ugye nekünk újra kell kondicionálódnunk, meg kell várni azt, amíg a legnagyobb vihar közepette is, ugye vagy itt vagyunk egy tengeren, ahol most vihar van, és ott a hajón bizony van egy csomó felébredett ember már. Nem csak azok, akik alszanak és ide-oda dobálódnak a hajón, hanem vannak már, akik ott meg tudnak aladni, meg tudnak állni, és abban a belső stabilitásban tudnak maradni. Meg tudjuk-e már ezt? Vagyunk-e már annyira erősek ebben a szövetségben, abban a fajta a béke érdekszövetségében, a belső béke érdekszövetségében tudunk-e már annyira erősek lenni, hogy egy ilyen viharos hajó fedélzetén stabilan igenis állunk, és nem veszünk részt adott esetben egy ilyen viharos zendülésben és fellázadásban. Megoldás-e az, hogy most az emberek végre kimentek az utcára, és azt mondják, hogy köszönöm, elég volt? Életemben, amit legnehezebben tudtam megtanulni, az a fajta állandó szeretet állapota, amikor minden pillanatban jönnek szituációk, és már a kis ítélet ott van a fejemben arról a dologról, de valamilyen módon felül emelkedve azon a dolgon, úgy megfogalmazva azt a kérdést, például el tudom-e verni a gyerekem segét úgy, hogy szeretettel teszem, csak hogy értsük, hogy miről beszélünk, hanem ennek a tiszta energiának a meglétét, a gyakorlását, amikor igazából szeretettel gondolok Istenre, és akkor most ne korlátozzuk, hogy ez most milyen Isten, akkor is ugyanezt ezt az energiát, ezt a belső forró energiát használom fel arra, hogy dimenziókat átugorva, vagy most a dimenziókról is beszéljünk, fölfele tudjunk menni, és bármilyen információhoz el tudjunk jutni. Haragból, gyűlöletből ez lehetetlen, és ide nyugodtan lehet egy pontot tenni. A szeretet és tehát a fény és az árnyék való ott kezdődött, hogyha ezt a jézusi tanítást elfogadjuk, hogy új szövetség van, úgy szeressetek engem, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. És pont. Mert hogyha elfogadjuk, hogy a szerető Isten van, és ugye megnézzük azt, hogy mi történt a világban, tehát nagyon brutális szavak következnek, hogy Jézust kilopták a jászolból, és olyan kőtáblákat tettek helyére, amit láttuk, hogy az emberek 2000 év óta a véres körmeikkel kaparnak homokká, hogy megszűnjön, de mindenről szólnak a törvényeink, csak a szeretetről nem szólnak. Bementél a templom, mondom, bementél, mert úgy láttam egyébként, hogy a katolikus egyháznak azok a, én nem ismerem a muszlimmel, stb., azok a régiói, ahol folyamatosan Isten félelemre tanítják a közösséget, ott a közösség már rég elfordult, és nem jár templomba. Ismerek viszont olyan közösségeket, ahol viszont egyértelműen a cselekedetekben megmutatkozó szeretet van. És a Fóton is egyébként egy ilyen közösséget lehet felfedezni, ahova az emberek boldogan és szeretettel járnak. És a pap az nem ijeszget meg, vagy ige hirdető, hanem nem egyszerűen összefogja a közönséget, akin bajban van, azon segít. Nem hallottam gyűlöletbeszédet soha. De meg is válaszoltad ezzel az előző saját kérdésedet, hogy mi lenne az az új szövetség. Ezek az újra alakuló kis közösségek és szerveződések, ez a megoldás most pillanatnyilag. Elmondtam, ami a legnehezebb az, hogy a saját ítéletrendszereimmel, amiben föl lettem nevelve, genetikailag meghoztam, féljél, haragudjál, védd meg, stb. Ezek a feltétele nélkül reflexek mindenkiben működnek, csak amikor már kimondanád, ez az éber tudatosság, ott vagy, hogy bocsánat, a szeretet nyelvén ezt hogy fogalmaznád meg. És minden így sikerül. Amikor nyomom valamit, ugyanannyi erővel nyom vele szembe, amikor te mondod, hogy egyszerűen megengeded, hogy megtörténjen, és azt az energiát használod, amit megpróbáltam jellemezni, igazából nem tudom még jellemezni, mert ezt még soha nem volt rá senki gombot, de ez tartja fel az univerzumot, akkor minden dolog
működik, amikor azt mondom, Istenem segíts, akkor benne vagyok ebbe az energiába, megkapom, Istenem, rég elfelejtem, mert hát természetesen segített, és utána akkor jött megint eszembe, amikor megint bajba vagyok. Tehát ebből csak azt akartam kihozni, hogy valaki megint gyűlölet beszédnek nézem, hogy igenis Jézus szimbólum az, hogy szeressétek úgy egymást, hogy én szeretlek benneteket. Nincsen más törvény. És minden más, ami haragra, gyűlöletre, kamatszedésre, uzsorára, rabszolgatartásra vonatkozik, az a számomra nem szeretett nyelv. Az nem a fénynyelve, az a hatalom nyelve, ami folyamatosan attól fél, hogy elveszti a hatalmát, és ezért mindent megtesz ahhoz, akár meg is öl, megmérgez, minden, ami az egész világunkról szól, és nincs más nyelv, mint ezt elengedni, elfelejteni. Mert ha ezt nem tudjuk, ha most megint mi erőszakkal menjünk az erőszakkal szembe, soha nem oldjuk meg ezt a problémát. Így van, így továbbra is ugyanazt a rendszert tartjuk fent, amit eddig megszoktak, és mi is megszoktunk. És ugye itt mérettetik meg az a tudás és bölcsesség, a hit és bizalom. Ezeken a pontokon mérettetik meg a legjobban a spiritualitás, a mesteri lét, a guru lét, vagy akár csak a saját önmagunk felé irányuló, Isten felé irányuló fordulás, Jézus tanításai felé fordulás, amikor ebben a legnagyobb káoszban és zűrzavarban bizony meg tudjuk tartani már azt a tudatosságot. Alapvetően ezek mindig megmérettetnek, hogy ebben a hétköznapi életben, illetve hogy meg tudjuk-e őrizni, vagy egyből bepánikolunk, egyből visszakúszunk a rendszerbe, egyből újra az engedelmes rabszolgák leszünk. Olyan érdekes számomra ez, hogy gyerekkoromban mindig nagyon haragudtam a magyarokra. Én azt mondtam, hogy ez egy hülye birka nép, mert mindent meg lehet velük csinálni. És ma már a tudatosságnak ezen a szintjén, vagy ebben az állapotában azt látom, hogy a legnagyobb birkaságunk egyben a legnagyobb erényünk is. Mert történjen bármi, a magyar ember az mindig meg tudott maradni, úgymond a békében. Lehet, hogy egyre többet kell nyelnie a keserű pirulából, de mindig meg tudta békés módon oldani. És valahogy a vezetőink is, most nem politikai vezetőkre gondolok, hanem igenis tudatossági szintben, a vezetőinkben én látom azt a törekvést, ahogy várfalat húznak az országunk köré, ahogy van valami energia, amivel távol maradnak mint tőlünk azok az emberek, azok a népcsoportok, akik nem a szeretett céljával látogatnának ide, vagy jönnének ide élni, vagy gyarmatosítani minket. És igen, talán a magyar úgymond kiböjtölte a szenvedésnek, szenvedésként megélt dolgokat, megedződött ezzel, fent tudja tartani a béke, fent tudjuk tartani a birka lét állapotát, csak ezt a birkát én nem használnám prejuratív értelembe véve, hanem az erőnek, egyfajta megnyilvánulásának használnám. Látszik, hogy a nagyhatalmak kézzel-lábbal küzdenek. Ahogy nő a fény, nő a sötétség erőinek a harca is. Jönnek az ellenlépések, egyre jobban meg tudnak minket szigorítani, és minél jobban szigorítanak minket, minél jobban fulladunk, minél jobban szenvedünk, nem marad más választásunk, mint imádkozni, mint olyan energiákhoz és erőkhöz, felébredéshez fordulni, nem várjuk többé a hatalmaknak a megmentését. És az a kérdésem, hogy mennyire bábok a nagyhatalmú vezetők ma, ez az első fele, a második, hogy mennyire vagyunk, és kinek a bábjai vagyunk. Te meg én. Én a tiéd, te az enyém. Háló, Seri. Nagyon, nagyon nagy kérdéseket tettél föl, de nézzük meg az elejét, tehát a magyarságról. A magyarság az elmúlt pár ezer évben állandó vesztes volt. Nézzük csak meg a kis történelmünket, hogy most nem az ős magyarság sikeres hadjáratére gondolok, hanem Szent István kora óta még volt egy kis fellángolás, de azért nézzük meg folyamatosan a csőnek melyik végén áll. És valódi vesztesége ez. Ezt akartam mondani. De az örök vesztesek a végső nyertesek. Miért is? Azért, mert ha ez tömeg szerint elfogadtuk volna azt a sok mocskot, amit egyébként más népek is nem mutatkozhatunk senkire, elfogadták, és ők ebbe a történelmi nagy viharában ők a jóléti társadalmakat építették, ők valójában most lesznek nagyon nagy kakában, mert az a rendszer nem működik. Oké. Hogy azt kell megfigyelni, és most megint nem a regnáló kormányról beszélek, irdatlan pénzeket ide behoztak, egyetlen szabály volt csak,
hogy ezt infrastruktúrára lehet költeni, de az, hogy maga a tudományi szellem alapú társadalom alakuljon ki itt vállalkozási meg tervezői rétegen, ez tilos volt. Ez tilos volt. Nem csak itt, hanem a világ más országaiban, csak itt sokkal jobb volt a vetőmag, amit el lehetett volna vetni, mert ez egy marsalsegényi pénz, amit most itt elherdáltak, elloptak, stadionoztak meg, szétszórtak meg, aranyat vettek meg, gyémántot, és kilopták már a fél országból. Ez volt a szabály. Nekünk ez az ország kell. Majd jövünk, hogy kik jönnek, azt majd meglátjuk, mert orosz testvérek, török testvérek, zsidó testvérek, kínai testvérek, mind-mind már megvették ezt az országot kilóra, de mi meg itt vagyunk, és köszönjük szépen, mi szeretnénk a saját országunkat megtartani. És mindenkit szeretettel látunk, és igazából az ország határokat is úgy lehetne egy kicsit átértelmezni, hogyha a nemzeti szuverenitás alatt azt értem, hogy én a saját országomban, a saját nyelvemben beszélek, a saját kultúrámat élem, nem kell megtanulnom egy új slang szöveget, hogy egyáltalán kimenjek az utcára. Igen, és mindennek van magyar nyelve. A rokonságunkban is jobbra-balra nézünk, ha az embereknek megfelelő jogaik vannak, szeretetben élnek a másik néppel, bocsánat, én lekakilom a határokat, most megkapjuk Ukrajnát, és akkor onnan is majd szedjük le a lóvékat, stb. Engem nem érdekel ilyen pénz szempontjából ez az egész világ. Új szövetség kell, most a 2000 éve ezt mondogatják, de most itt az ideje, hogy ezt betartjuk. Kik irányítják a világot? Ez nagyon jó kérdés. Mióta van VNTV, azóta erről rengeteget beszélgettünk, már mindig háttérhatalomról beszélgettünk. Most Facsar Imre úrral riportokat, ha megnézitek, akkor ő le fogja vezetni egyébként, most pont, hogy vele beszéltem, utána David Icke könyvében ugyanezt a gondolatot megtaláltam, hogy és most nem a muszlimról, a kereszténységről, a zsidóvallásról, ezt mind hatalmas emberi érdekek hozták létre. Isten soha nem csinált vallást. Neki minek, igaz? Meg a mesterekről minden szó. Az igazi mester sose hívta magát mesternek, és nem is engedte, hogy mesternek hívják, csak egy kis intermezzo a válaszodra. Tehát a vallást, a hit akkor kell az embernek igazán, amikor már végképp hülyére vettél, és hogyha már nem hiszel nekem, akkor Istenre hivatkozunk. Na, szívjál majd a mennyekben, vagy a paradicsomban, vagy akárhol, neked majd marha jó lesz, addig meg hajtsd végre azt a parancsot, amit akarok. És akkor innentől jön az egész kamatrabszolgatás, a valódi rabszolgaság, a hitelek hitele, az uzsorakamat, stb. És ez a rendszer általában az ősi területekről jöttek, és most hagyjuk, hogy mi a Kazár Birodalom, meg kik a sumérok, de gyakorlatilag a teljes ószövetség, újszövetségünk már megtalálható az ókori leírásokban, tehát nem mi találtuk ki, hanem interpretálták. Tehát ezt csak azért szeretném mondani, hogy nem Istentől valóak ezek a fantasztikus leíratok, és én nem akarok senkit megbántani, de Mózes kőtábláit is Isten helyett ember írta. Egyébként Isten meg, ha van, akkor egy van. Isten nem más, mint a szeretet, az egész világunk, univerzumunk teremtője is. Lehet rá utána címkéket aggatni, attól ez a tény még nem fog változni. Most lehet engem ateistának mindennek kikiáltani, én a szeretet Istenére esküszöm. Én vagyok a szeretet, mondja az Úristen, és úgy szeressetek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. És igazából a műsort itt be lehetne fejezni, mert ha... Még nem válaszoltam a kérdést, hogy kik ezek, akik a... Nem, hogy ki az, aki... ideültette egy Jakab Istvánt és egy Horányi Ágnest, mint két bábút, és ezt elmondatja velünk itt. Hát, az én rugom, hogy ki mozgat, mint Marian figura, ezt el szeretném mondani, hogy én nem gondolnám, hogy engem bármiféle módon befolyásolni lehet már. Minden nap megkapom az Úristen, milyen bátor vagy. Én azt mondom, hogy nem bátor vagyok, hanem vak. Ja, cigányos viccet biztos ismeritek, hogy a ló neki megy a falnak, hogy jaj, hát ez a lóvak, ugyan már istálom, ez a ló nem vak, hanem bátor. Hogy én erre azt szeretném elmondani, hogy igenis a szólásszabadság nem arról szól, hogy ítéletek nélkül én beszélhessek a kommunizmusról, a kapitalizmusról, a zsidóságról, a muszlimról, bármiről, amire én úgy gondolom, hogy ennek az embernek tudnia kell, és mindent, ahol fény van, a fényt találjuk meg, és mindent, ahol árnyék van, mondjuk ki, hogy az árnyék fele ne menjen az ember, és mindenkinek saját joga, hogy ő arra megy, amerre ő akar. Ha nem szeret ezt a gondolkodásmódot, az első adásunk után már nem néz bennünket, és nem is fog nézni. Ha viszont ő a fény felé megy, beengedi a fényt, akkor igenis ezek erősítő szavak a számára. És amikor Magyarországon rettegnek a zsidóság kérdéséről beszélni, akkor én azt mondom, hogy ez a legnagyobb szó
szólásszabadságnak a megvonása, mert nem a zsidóságról szól ez az egész dolog már, hanem amit a zsidóságra kent, mögötte meghúzódó erőknek a manipulációja, amire utána évszázadonként egyszer csak oda dobnak egy pár százezer, pár millió zsidót, és köszönöm szépen, ebből nem kérek. Tudod, ez volt a fő düh része ennek az évnek. Drábik Jánosra is eljöttünk ide már, hogy nincs zsidó kérdés. Eljöttünk Facsar Imrével és tanárúrral, aki ugyanerre jutott el, hogy az egész zsidóvallás, kereszténység, muszlim, mindent egy úgynevezett háttérhatalom csinált, ami egyfajta szisztéma, és nem vallás. És aki ezt a szisztémát felvette, na az, ami ma az egész világot így a markába tartja, már fölzabálta, most egy kicsit meg fogjuk ülni a gyomrocskáját, mert nem a végkipusztulásra, hanem a szabadságra és a szeretetre születtünk le. És a nagyon jó hír ez ma, hogy az emberek nagy része már ébred. Tehát még lehet lehajtott fejjel mobiltelefon nyomogatni, de ott is olyan híreket kapsz, hogy rá kell jönnöd, hogy milyen lehetőséged van összefogni a többiekkel. Kimész, én ezért is tisztelek, ha mínusz 8-ban kint sétálsz, nem feltétlenül a gyűlöletbeszédet kell, meg a karácsonyfát, meg a gyerekek dolgát. 56-ban is ugyanott kezdődött el a probléma, amikor azok az emberek is be tudtak kerülni a tömegbe, akik nem feltétlenül a szabadságért, hanem a buliért és a balhéért akarták. Ezeket viszont azoknak a közösségeknek kell ott azonnal leállítani, akik az egész szellemiségét viszik azon a helyen. És még egy dolog. Ha politikusainkra hatni akartok, akkor ne azok az üres házakba menjetek, parlamentbe, televízióba, bárhova, hanem keresétek meg őket, ők is emberek, utcán vásárolnak, hivatalos helységeik vannak, és mondjátok el neki, hogy figyelj, amikor te adod bármihez a neved, tudod, hogy mihez adod a neved? És nem biztos, hogy utána szavazó műkezekkel mindent meg fognak szavazni, mert ők is tudják, hogy ennek rossz vége lesz. És mi a fényre szavaztunk, a szeretetre. Tehát az új szövetség, nem győzöm egyfolytában mondani, higgyétek el, ilyen aspektusból, csak ilyen aspektusból lehet megoldani ezt a jellegi kérdést, mert itt föllángolhatnak a harcok, meg gyilkolázhatjuk egymást, hogy a jóslatok bekövetkeznek. Én hiszek és vallom azt, hogy igenis a jóslatokat predesztinálják az embereket, de rajtunk múlik, hogy abból a jóslatból mi fog bekövetkezni. Még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni. Bocsánat, nem is az volt, amit válaszoltam meg. Jó volt, sokkal többen. Jó volt. Jó volt. Hogyan fog tudni az emberiség megszabadulni a pénzistentől? Hogyan fogjuk tudni megváltoztatni azt, hogy nem mindig a pénz körül forogjon a világ, mennyi veszteségünk volt, mennyi pénzt toltak ide, mennyit oda. A mai világ gyönyörűen szimbolizálja azt, hogy a pénz az nem egy érték. A pénznek milliárdjait lehet igazságtalanul, igazságosan szórni, bármit lehet vele kezdeni, mert alapvetően annak semmi értéke nincs. A probléma az ott van, amit az emberek a pénzhez kötnek, hogy ehhez kötik az életüket, az életfeltételeiket, a szereteteiket, az egészségüket, most már mindent a pénzhez kötnek, és igazából minden sérelmünk, minden igazságtalanság, ami az emberrel megtörténik, az szinte mind a pénzzel kapcsolatos. És számomra ez ezt jelenti, pont ezt jelenti, hogy hagyjuk már el, felejtsük el a pénzt. A pénz egy eszköz. Egy eszköz, egy segédeszköz, ami kell ahhoz, hogy történjen valami, egy kés, amivel el tudom vágni a kenyeremet, hogyha már nem tudom eltörni, ketté törni, de hogy ennek, ugye most mi a szeretetről beszélünk, a fényről, próbáljuk oda áthelyezni a fókuszt és a központját a dolgoknak, de mikor fogjuk tudni ezt megváltoztatni, elmozdítani innen a dolgokat, hogy mindennek az oka és a célja a pénz. Azt hiszem, mert velem voltál, amikor Madó itt volt a stúdióban, és ő a következőt mondta, amit úgy napokig úgy kattogott a fejembe, de maximális igaza volt, hogy addig kapjuk a szivatásokat az életbe, amíg nem tanulunk belőle. Hogyha majd rájövünk, hogy a pénz Istennek kiáltott hatalma, az már nem hatalmaskodik fölöttünk, akkor a pénz magát fogja kicsinálni konkrétan, mert hogy a pénzügyi válságokban láttuk, hogy idáig nagyon jó matekoztak, jobbra-balra visszahozták a halottat a túlvilágról, de már annyira fölpumpálták ezt a üres pénzből álló óriási nagy lufit, hogy amikor az emberek rájönnek, hogy Úristen, akkor én nem ettől vagyok valaki, nem a pénztől függ az egészségügy, ez az amaz, hanem igenis tőlem függ, hogy én hogy állok hozzá, abban a pillanatban a pénz lufi fogja magát kicsinálni. Tehát az egész rendszer addig szivat, amíg nem ébredsz föl.
és ha fölébredtél már, ez a pénz is okafogyottá válik. Csereszközként én nem gondolnám, hogy rossz a pénz, de ne legyen már az életcélunk és az Istenünk a pénz egyébként. Mert a hatalmasságoknak, azoknak igazából nem a pénz az Istenük, mert nekik ott van a kezükbe, ő nyomkodja a pénzt a kis bankjába, lehet, hogy még a WC papírra is $1000-osok vannak nyomva, igaz? Nekem, aki dolgáért remeg, mindent megteszek azért, hogy még ezt a kis hülye játékot megvegyem, hogy kifizessem a hitelemet, kicsivel nagyobb autót vegyek, tehát az én Istenem lett a pénz. A hatalmasságnak az a rettegése, hogy elveszti a hatalmát, ezért a pénz nyomja a rendszerbe, hogy ezért én majd mindent megteszek. Erről szól a filmek, a mozik, a média, az egész oktatásunk, hogy a pénz Istenét szolgáljuk. És abban a pillanatban, amikor tömegesen rájövünk arra, hogy köszönöm, ebből nem kérek, a pénz önmagát fogja kicsinálni. Ez a válaszom. Igen, a pénznek megvan az a képessége, meg lett hozzáadtuk, hozzátársítottuk, hogy a pénz tesz minket valakivé, és ugye a spiritualitásnak pedig pont az a csodálatossága, hogy pont ezt a valakiséget kell elhagyni. Úgy, hogy tiszteld a pénzt, tudjál vele úgy kezelni, hogy mások kárára ne legyél, de viszont tudjad a pénzt teremteni olyan módon, hogy hasznos célokra fordítsad. Most volt ez a kérdésed, hogy engem ki irányít. Azért nem tud senki irányítani, mert amiből ezt a kis egyszerű, szolid tévét föntartjuk, azt igenis a saját jövedelemből képes vagyok megtenni. Egyébként, kedves VNTV nézők, 10 éves a stúdiónk, jövőre szeretnénk felújítani, és ha bárkinek van olyan elfekvő digitális technikája, amit itt tudnánk használni, nagy szívesen és nagy szeretettel fogadnánk. Majd magam erejéből is lesz, de így sokkal előbb menne. Kisebb sávszélesség, többen tudnátok nézni több fel a világon. Egyébként nagyon köszönöm nektek, itt szeretném elmondani, hogy ebbe az évben elértük azt, hogy átlagosan volt olyan hónap, 1 millióan néztétek az adásokat, és ez nekem óriási dolog, hogy egyszerűen egy VNTV közösség alakult ki, és ez egyfajta gondolati közösség is, amiért tulajdonképpen csináljuk ezt az egészet, és ezeknek az embereknek már nem szajkózás ez, amiről itt beszélünk, hanem maga azok a kis zsalugáterek, amiket a fény előtt nyitogatunk fölfelé, és egyszer bejön a sötét szobába a fény, soha nem látod az árnyékot, és ez így van jól. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy elmondhatom egyébként, nekem mi a legnagyobb ebbe a tévében az, hogy vannak gondolataim, és ezt megoszthatom veletek, és mi a legcsodálatosabb, amikor ti is megosztjátok velem a gondolataitokat. Na most nem az anyázósokra gondoltam igazából, de akinek az esik jól, az válassza azt. Engem már azt is egy kicsit távolról nézem, mert ha megszűnsz ítéleteket azokkal szemben, akik téged bármilyen módon, mert te magadat kell elfogadnod, az vagyok, aki vagyok. És én magamat normálisnak érzem abban a dologban, ha hibázok, akkor mea culpázok, de nem kezdek el visszafele anyázni soha. Tehát, hogyha ezt az egy dolgot már megtanuljuk, akkor nem tudnak annyira az érzelmeinkkel rángatni. Ágika, lassan most 4 éve itt vagy már velünk. 5. lassan? Igen. Ennyi. Neked mit hozott ez a 4 év? Bocsánat, hogy most átvettem itt a dolgot, de itt évvége felé hagyd kérdezzem már meg. Én nekem olyan csodákat hozott ez a 4 év, ami így ezzel az emberi elmével, tudattal, amit én magamról éltem, éreztem annak idején, az felfoghatatlan. Egy olyan lehetőség történik itt, amit köszönhetően annak, hogy egy ilyen főnököm van, aki ezt a belső, Istenem, bocsánat, Istenem, ezt muszáj elmondani, Istenem, ezt a belső fejlődést, azért tisztában vagy vele, hogy ez mivel jár. Amikor az ember szembenéz saját magával, és kiborít mindent, azért az rengeteg energiát mozgat meg, mindenképpen eltér a normális, átlagos viselkedésektől, ugye, hiszen pont ez a lényege, hogy a megszokásokat dobjuk ki. És azért te ilyen szempontból elég bevállalós vagy, hogy megengeded az embereknek magad körül, hogy fejlődjenek, hogy megtalálják önmagukat, felrúgva ezzel minden szabályt, kockáztatva ezzel akár a cégnek a működését, azt a megszokott normál ügymenetet, a kiszámíthatóságból kiszámíthatatlanság lesz, az irányíthatóságból irányíthatatlan kollégák lesznek, és igen, érződik az, hogy benned megvan a szeretetben lévő megrendíthetetlen hit és bizalom, mert megelőlegezed ezt, meg tudod, meg mered tenni már azt, hogy a körülötted lévő embereknek ezt megelőlegezd. És most ez csak az én személyes tapasztalásom volt, hiszen ugye, amit én végigéltem az elmúlt években belsőleg is, pszichésen, lelkileg, energetikailag, egészségileg,
minden szempontból ez egy óriási változást hozott, és neked megvan még az a csibészséged, hogy igen erősen oda tudod tolni az emberek arcába a tükröt, és nem, igazából nem fogod csak akkor meg az ember kezét, amikor az már zuhant. Tehát teljes szabadsággal megvan a lehetőségünk a teljes tisztulásra. Tehát ez mindenképpen egy nagyon, nagyon hálás dolog, és nagy hálával tartozom. És arról nem is beszélve, hogy nézzük meg azokat az embereket, akik nézik a VNTV-t, nézzünk meg egy VNTV fesztivált, egy tábort, ahol nincs vallás, semlegesek vagyunk, mind vallásilag, mind politikailag, mindenhogyan egy semlegesség, tehát pont ez a lényeg, a semlegességbe tartunk, az ítélkezésmentességbe tartunk, és ez kell egyfajta bátorság, mert aki már ide megérkezik, az megkapja azt, amiről itt mi beszélünk, és amit itt ígérünk. Tehát ez nem mese, ez már többé nem csak egy ígéret, hanem a mennyországnak a megélési lehetősége itt van velünk. Tehát itt dolgozni melletted a pokol megegyezik a pokollal és a purgatóriummal, ugyanakkor a végállomása pedig a mennyország, és valahogy olyan tökéletesen ki van ezt találva, hogy mindig annyi cukorkát kap az ember, csak amennyire szüksége van a folytatáshoz, de egy csoda, tényleg. Úgyhogy mondjuk nem illik annyira ez a befejezés a beszélgetésünk közül, ahonnan elindultunk. Egy mondatot szeretnék mondani, hogyha én nem fogadnám el, hogy akikkel körülveszem magam, azok meg az én tükreim, és amiket visszatükröztök, az meg az én feladatom magammal szemben, akkor sose engedhetem meg magamnak azt, hogy kvázi mellettem azért azt csinálja mindenki, aki a saját fejlődéséhez szüksége, ami a saját fejlődéséhez szükségeltetik. Én nagyon szeretném, hogy még legyen egy következő beszélgetés, ahol legyen ez a téma, hogy itt egy emberi életen belül a mennyi és a pokol hogyan jelenik meg. Jó, én köszönöm, hogy itt lehettem. Én köszönöm a beszélgetést. Többek között ez is egy nagyon különleges lehetőség egy beosztott számára, amikor a főnöke egyszerűen így a kamerák előtt kénytelen végighallgatni a beosztott, amikor kiosztja a főnökét. És oda kell figyeljen rá. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hogy beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják. Viszontlátásra!